1980-ban éppen egy Edda koncert előtt történt, hogy ez a kőtámfal leomlott, és több fiatal is megsérült. A Budai Ifjúsági Parknak helyet adó várbazár akkor már nagyon régóta leromlott állapotban volt, olyannyira, hogy később be is kellett zárni. 1996 óta szerepelt a világ 100 legveszélyeztetettebb műemléke között, aztán eltelt újra 20 év, és ahogy mondani szokás, a Várkert bazár végre újra a régi fényében tündökölhet. De mi az a Várkert, és hogy jön ehhez a bazár? A Várkert bazár az tulajdonképpen egy olyan kerti, egy neoreneszánsz kerti építmény, ami valahol a Budai Királyi Vár és a Duna között helyezkedik el. A török korban a vízszállítás biztosítására korábbi elemekhez csatlakozva nagyjából itt épült meg, egészen lent a vízparton, mert akkor a Duna még a várfalig ért, a hatalmas vízi rondella, amit a törökök Alipasa bástyájának hívtak. Aztán Buda visszafoglalása után a vár fokozatosan elvesztette a hadi jelentőségét, pedig valaha még itt horgonyzott a királyi flotta is. A várfalak pedig inkább a kialakuló várkertek támfalaivá váltak. A parti út szélesítése miatt 1780 körül aztán lebontották a vízirondellát, és az egykori zárófalak előtt keskeny sávban kisebb házak, lakóházak jelentek meg. Akkoriban a királyi vár alatti terület, ez meglehetősen külvárosias volt, különösen ahhoz képest, hogy a túloldalon, a pesti oldalon a Dunapart kiépítése már jóval inkább előre haladt. Tulajdonképpen az egész várkert, bazár, kerti létesítmény építésnek a kirobbantója az állítólag egy özvegyasszony volt, aki azt kérvényezte, hogy a házára egy újabb szintet, egy harmadik emeletet is húzhasson, és akkor az udvarmesteri hivatal kikérte Podmanicki Frigyes és a közmunkatanács véleményét, és végül is Podmanicki hatására nem adott engedélyt, ugyanis nagyon pontosan felismerték, hogyha egy engedélyt megadnak, akkor itt hirtelen mindenki emeletráépítéssel fog majd próbálkozni. De szerencsére itt sem csak elutasítás volt, hanem építéssel reagáltak, ami azt jelenti, hogy nem csak ezt a bizonyos kérvényező házat vették meg, hanem a szomszédos másik hetet is, és annak a helyén elkezdődött a bazár tervezése. Tehát akkor várkert, kioszk és még lakóházak is. Az első terveket Reiter Ferenc készítette, és azokat a gazdasági számításokat, amik megpróbálták ezt meglehetősen tetszetőssé és előnyössé tenni a király számára, hiszen őt meg kellett győzni arról, hogy ebbe befektessen. És aztán, ahogy akkoriban mindig lenni szokott, a végső terv az az Ybl építészirodában landolt, és a Várkert bazár végső terveit az akkor 61 éves Ybl Miklós készítette el. Ybl nagy Itália rajongó volt, sokszor járt Itáliában, tehát szinte logikusan olasz példákat követett, és a park és a kioszk pedig neoreneszáns stílusban épült föl a kornak megfelelően, de Ybl nem csak ezt tette, hanem ő áttörte a régi falakat, és azt is lehetővé tette, hogy a polgárság, a sétálgató polgárság birtokba vehesse a várkertet, illetve fölmehessen egészen a királyi várig. Aztán az egész építményt két lakóház zárja le, a déli oldalon testőrségi palota, északon pedig egy lakóház. A költségvetési megszorítások persze akkor is léteztek, így aztán a terveknek, a merész terveknek csak egy része épült meg, és ez a nagyon áhított budai korzó sem születhetett meg, ahol vígan a Lánchídon átkocsizók szépen itt tehetnek egy nagy kört, hiszen akkor még az Erzsébet híd nem létezett, tehát egy zárványba futottak volna bele. Ahogy az a egyik korábbi egy helyből egyébként már kiderült, az Erzsébet híd csak 1903-ban készült el. Másrészt nem lakott itt senki, aki a bazárba tervezett üzletekben vevő lehetett volna. 5 évig az északi szárnyban a budai nőipari tanműhely működött, aztán újabb 5 évig a történelmi arckép csarnok volt itt. Utána jött a női festőiskola,
közben pedig szobrászoknak adták ki az üres árkádokat. 1884-ben Strobl Alajos volt itt az első, aztán itt készült később Fadrusz János Mátyás királylovasszobra, vagy éppen Ligeti Miklós Anonimusza, ami a Városligetben áll. A II. Világháborúban az Ybl-bazár is súlyos sérüléseket szenvedett, de amikor a környéket felújították, akkor már az új koncepciónak megfelelően a középkori részek értékesebbnek számítottak, mint a német vagy Habsburg kötődésű épületrészek. És Ybl-t különösebben szerették, hiszen ő Ferenc József kedvenc magyar építészének számított, ezért többek között befalaszták az Ybl által nyitott átjárókat is, az ágyúöntő udvar, az északi ágyúöntő udvar pedig múzeumi raktár lett. Ez a koncepció, az 50-es évek elején vagyunk egyébként, ez a koncepció az akkori pártvezetésnek az elképzeléseivel is részben egybeesett, mert volt egy kósza ötlet még arról is, hogy a párt központ az a királyi várba költözik. Ebből aztán ugyanúgy nem lett semmi, mint abból, hogy a bazár sornak az egy részét elbontsák. Aztán egy újabb nagy időugrás, 2014, ekkor fejeződött be a Várkert bazár teljes rekonstrukciója, méghozzá kortárs elemekkel, de erről úgyis lesz szó a következő részben, ugyanis egy korszakot még itt nem tárgyaltunk, hogy évtizedekig itt működött a budai ifjúsági park.